Köszöntöm nézőinket a nyári szünet utáni első sportműsorban. Mai adásunkban természetesen összefoglaljuk a leállás alatt történt legfontosabb sporteseményeket. Sajtótájékoztatót tartott az ETV érdi VSE július 3-án a most már hivatalosan is átadott Velencei úti sportcsarnokban. A tájékoztató elsődleges célja a sportcsarnok átvételéről való tájékoztatás, valamint az Érd új játékosainak bemutatása volt. A következő percekben összefoglalót láthatnak a sajtótájékoztatóból. A július 3-án megtartott sajtótájékoztatón T. Mészáros András polgármester a csaknem 7 éve üresen álló sportcsarnok megvásárlásáról számolt be a megjelenteknek, valamint a csarnok használatba vételének szükségességéről beszélt. A tavalyi esztendőben az utolsó közgyűlésünkön december elején döntöttünk úgy, hogy biztosítjuk a 462 millió forintos összeget az önerőhöz, a pályázati önerőhöz, az önkormányzat részéről tagi hitelként a Kft. Számára. Ezt a döntést azt kell mondjam, hogy egyhangúan hozta meg a közgyűlésünk, tehát az egész képviselő testület, az egész közgyűlés minden egyes tagja támogatta ezt a szándékot, támogatta ezt az akaratot, és ennek a döntésnek a következtében föl tudtuk vállalni, és a későbbiekben nagy valószínűség szerint nagy sikerrel meg fogjuk tudni rendezni a U19-es IHF által rendezett fiú-férfi kézilabda világbajnokságot. T. Mészáros Andrástól Szántó Erzsébet vette át a szót. Az Érdi Sport Kft. Ügyvezetője arról tájékoztatta a résztvevőket, hogy a csarnok megvásárlását a társasági adó tette lehetővé, és ennek további előnyeiről is beszámolt. Tekauer Norbert szakosztályelnök többek között a közelgő U19-es világbajnokságról beszélt, melynek egyik helyszíne az érdi sportcsarnok lesz, de természetesen szóba került az érdi női kézilabda csapat is. Az együttes múltja mellett kitért a jövő év legnagyobb kihívására, a Bajnokok Ligája selejtezőre. Jövő évnek a legnagyobb kihívása természetesen a mi számunkra az, hogy a nemzetközi mezőnybe minél jobban megpróbáljunk beleerősödni, belenőni, és ezért az a tervünk, hogy a lehető legtöbb időt töltsük el majd a nemzetközi mezőnyben. Én úgy gondolom, hogy azóta is sokat tapasztalt és edződött a csapat, és ráadásul az új játékosoknak az igazolásával még erősebbek leszünk, és alkalmasak leszünk a Bajnokok Ligája szereplésre is, illetve hogyha onnét tovább kell folytatnunk majd a kupa győztesek Európa kupájában, akkor természetesen ott is mindent meg fogunk tenni azért, hogy a lehető legtöbb ideig a nemzetközi kupaporondon maradjunk. A sajtótájékoztatón Szabó Edina, az érdi csapat vezetőedzője is részt vett, aki az elmúlt 3 év kapcsán elmondta, hogy fantasztikus időszak volt mindannyiuk számára, mely izgalmakkal, élményekkel volt teli, de ez az időszak lezárult és egy új veszi kezdetét. 3 éve azt mondtam a lányoknak többször, hogy ennek a 3 évnek a végén olyan csapatot építünk itt, és úgy tegyenek oda magukat, hogy itt BL-t szeretne ez a klub játszani, mert a legjobbak közé szeretne tartozni. És akkor úgy mindenki olyan nagy szemekkel nézett rám, hogy hű, ez mekkorákat tud mondani, de akkor én azt gondolom, aki annyira sok energiát tett bele mindenki, hogy azért úgy elhitték az emberek, hogy el lehet oda jutni. És hát itt állunk a 3. év végén, és az élettől megkaptuk ezt a lehetőséget, amivel feltétlenül szeretnénk élni, hogy elindulhatunk a legjobbak között a Bajnokok Ligájában. A legnagyobb izgalmak a sajtótájékoztató végére maradtak. Ekkor kerültek bemutatásra az ETV érdi VSE új igazolásai. Az eseményen természetesen ők is jelen voltak, és többek között arról számoltak be, hogy miért éppen az érdi klubot választották. Úgy gondoltam, hogy új kihívásokra, új környezetre, új mentalitásra, új edzésekre van szükségem, és hogy minél többet tanuljak új módszerekkel is. Úgy gondolom, hogy a beilleszkedéssel sok problémám nem lesz, mert igazából nyílt ember vagyok, szeretnek az emberek általában, jókat tudok elbeszélgetni velük. Hát az edzésekkel meg azoktól nem félek, igazából kaptam hideget, meleget az eddig években, és mindent hozzá fogok rakni, hogy minél jobb legyen. Úgy gondoltam, hogy egy változás kell az életemben, és
Azért döntöttem így, hogy az érdet választom, mert sokat küzdöttünk egymás ellen a bajnokságban, és nagyon szimpatikus volt ez a csapat, a csapategység, és úgy gondolom, hogy itt még fejlődni is van lehetőségem. Ez egy nagyon nagy lehetőség a csapatnak is, és nekem is, hiszen még szerintem nem játszottak sokan ilyen rangos bajnokságban, de remélem, hogy minél tovább el tudunk jutni. Mindenképpen úgy érzem, hogy előre lépek, és nagyon boldog vagyok, hogy érdem fogok kézilabdázni. Én nagyon boldog vagyok, hogy együtt fogunk dolgozni Edinával, mert igazából ő adta nekem lehetőség bemutatkozni a magyar kézilabdába, és sok meglepetés fogunk csinálni együtt. A Bajnokok Ligában én is először fogok játszani, de szerintem hinni kell, hogy képesek vagyunk. A sajtótájékoztatón az eddig elhangzottakon túl Tekauer Norbert arról is beszámolt, hogy a klub vezetősége újabb 3 évre szóló szerződést kötött Szabó Edinával. Ezek mellett bemutatásra került a csapat új kabala figurája, és tájékoztatást kaphattunk arról is, hogy hamarosan megszületik az együttes hivatalos indulója is. Nagy Feró és Gidófalvi Attila szerzeménye az első hazai rendezésű mérkőzésen csendül majd fel először. Július 3-án délután a szurkolókat várta a nagycsarnokba az ETV Érdi VSE vezetősége, elsősorban azért, hogy ők is felfedezhessék a csarnokot, és akár már ott eldönthették, honnan szeretnék majd végigizgulni a mérkőzéseket, és természetesen a szurkolóknak is bemutatták a csapat új játékosait. A sajtótájékoztatót követően néhány órát szusszanhattak az ETV Érdi VSE munkatársai, majd hamarosan megismétlődött a délelőtti ceremónia. A különbség annyi volt, hogy ezúttal a szurkolóknak mutatták be a csarnokot, és őket tájékoztatták a létesítmény, illetve a csapat jövőjét érintő kérdésekről. A csarnok átadásával kapcsolatos érzéseiket a szurkolók örömmel osztották meg velünk, de hogy az úgynevezett B-közép hol fog helyet foglalni, az egyelőre még nem dőlt el. Nagyon-nagyon jó érzés. Most azt most is lehet látni, hogy rengeteg szurkoló és rengeteg ember jött meg megnézni ezt az új csarnokot. Hát nagyon tetszik mindenkinek, és bízunk benne, hogy a lányok mérkőzésére telt házat tudunk majd produkálni. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen egy szurkolóbarát jegyárakkal. Én nagyon szeretném, hogy ez telt ház legyen mindig itt. Tehát én úgy gondolom, hogy ez megoldható. Meg kell mozdítani Érd lakosságát, 65 ezres város, vagy még talán több is. Tehát itt 2000 ember, azt hiszem, hogy az egy reális, elfogadható létszám. Még nincs meg a B közép, de ugye mint minden nagy csapatnál, ugye itt is háromoldalas ugye a lelátó és a egyik kapu, tehát itt a hátunk mögött lévő kapu mögött ugye szeretnénk mi, hogyha a komplett B közép oda kerülne, mert ugye most is olyan 200-250 fő a szurkolótábor, ezt szeretnénk bővíteni, és körülbelül 350-400 fő elfér itt. Ugye aki tombolni és szurkolni akar, ugye az ide akkor egybe befér. Elvileg, ahogy ez szokott lenni minden sportcsarnokban, a kapu mögött lesz a B-középnek a helye. Ez több okból is úgy gondolom, hogy pozitívum, mert a tornacsarnokban, a Batthyány tornacsarnokban sokszor gond volt, hogy a bérleteseknek, olyanoknak, akik esetleg nem annyira szerettek hangosan szurkolni, tehát egy csendesebb néző, ott ültek bent a doboknál, nekik is kellemetlen volt, nekünk is, úgyhogy ez most lesz egy külön B-közép, ahol csak az úgynevezett hangsúlyozom, kultúrát és sportszerű szurkolás lesz. A csarnok birtokba vételének legalább ennyire örültek az ETV Érdi VSE játékosai és edzőjük is. Ez nagyon nagy élmény, igazából igen, amikor én ide kerültem NB1B-be, még egy kis sátras, kis igazából alig nézőtérre rendelkező csarnokba voltunk, ugye utána jött egy nagy lépés, ami egy ilyen tornacsarnok lett felújítva, igazából ott is én azt gondolom, azt kinőttük, és most nagyon nagy érzés, hogy egy ilyen csarnokot kaptunk, és úgy gondolom, hogy a csapat megérett arra, hogy egy ilyen közönség előtt tudjon majd játszani. Azért, hogy ide belép az ember, azért elfelejti minden baját, úgyhogy jobban, hát köszönöm szépen. Éppen elkezdtem a rehabilitációt, dolgozom, remélem minél hamarabb visszatérhetek. Hát úgy gondolom, hogy ez a csapatnak nagyon nagy dolog, hiszen már régóta vártunk erre. Biztos, hogy egy plusz egy ember lesz a pályán, ez az egész, ami itt körülvesz majd minket. A kabala, meg tényleg a szurkolók, szóval ez azért úgy gondolom, hogy egy újabb szintre lépett a csapat ezzel. Úgyhogy hát
bízom benne, hogy csak fogunk kijönni a dologból. Biztos, hogy más lesz. Egyrészt nekünk olyan azért lesz egy kicsit nagyobb könnyebbség, ugye, mert nem kell cipelni a cuccokat jobbra-balra, lesz egy saját önálló otthonunk, amit tényleg be tudunk lakni. Hangulatban pedig én nagyon remélem, hogy meg fogjuk tudni idővel tölteni, és ugyanolyan szuper családias hangulat lesz itt. Mikor az ember osztozik sok emberrel az örömmel, az a legjobb érzés. De azt gondolom, hogy ennek most mindenki így nagyon örül, mert örülünk mi, örül az egész szakosztály, örül az egész sport, örül minden Érdély, és szerintem az egész ország, mert ez egy annyira klassz létesítmény, hogy végre be lehet jönni, megy majd mikor, megy majd az uszoda is, meg az egész egy ilyen, tényleg egy ilyen jó kis közösségi hely lehet. Azt gondolom én, hogy amikor úgy megtellik, és megérzik az emberek, hogy az micsoda erőt jelent, és hogy milyen jó érzés, azt hiszem, hogy akkor onnantól kezdve itt ez a csarnok, ez egy igaz ilyen katlan lesz. Bébét és Bogit, ha már találkoztunk velük, arról is kérdeztük, hogyan értékelik Klivinyi Kinga, Triscsuk Krisztina és Sacil Nadin érkezését. Úgy gondolom, hogy nagyon jól igazoltunk, nagyon jó játékosokat sikerült megszerezni, és szerintem ők is úgy állnak az egészhez, hogy szeretnék előre vinni a csapatot, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nem lesz nehéz dolog, hiszen egy jó közösség van, és nem nehéz ide beépülni, úgyhogy jó csapat leszünk, én úgy gondolom. Én nagyon örülök nekik, megmondom őszintén, személyesen még csak minimálisan ismerkedtem ugye meg velük, de nagyon-nagyon szimpatikus emberek, az biztos, hogy nagyon jó játékosok is, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó erősítés lesz így a jövő szezonra mind a három itt lány. A csapat július 15-én kezdi meg a felkészülést, és szeretnének mielőbb berendezkedni új otthonukban a lányok. Bár a bajnokság kezdetének időpontját még nem lehet tudni, de a csapat első erőpróbája a szeptember közepén Dabason megrendezésre kerülő BL selejtező lehet, ahol a Ferencváros lesz az egyik ellenfél. Biztos, hogy idő kell az, hogy azért összejön a csapat úgy, ahogy kell. Nyilván azért kezdjük az alapozást időben, hogy sok meccset lejátszunk, és addigra, mire kell, azért összeszokottabbak legyünk. Én úgy gondolom, hogy semmi sem lehetetlen, úgyhogy mindennek fogunk tenni azért, hogy tovább jussunk a főtáblára. Én azt gondolom, hogy mindenképpen van esély, nagyon fogunk rájuk készülni, ez egy nagyon nagy dolog lenne a főtáblára bejutni, és azt gondolom, hogy az új játékosokkal egy még komplettebb, még jobban összeérett, nagy cseresorral rendelkező csapat lehetünk, és én mindenképpen látok esélyt arra, hogy újra legyőzzük őket. A három új játékossal megerősödött csapat a BL selejtezőben teheti próbára először tudását, a szurkolók pedig az augusztus 9-e és 23-a között megrendezésre kerülő U19-es férfi kézilabda világbajnokságon tesztelhetik először hangjukat. Kézilabda tábort indítottak a Trebb Sportcentrumban Budai Ferenc 119-es válogatott játékos vezetésével a nyári szünetben. Az első turnust június 24-e és 29-e között tartották 6 fő részvételével. A Treff 07-ese férfi kézilabda csapata az MB2-ben szerepel. Persze, mint minden egyesületnél, a Treffnél is fontos a megfelelő utánpótlásbázis kiépítése, amit meg is kezdtek már korábban, de hogy még több gyermek ismerkedhessen meg a sportággal, Budai Ferenc vezetésével nyári kézilabda tábort is hirdettek. Az első turnust az elmúlt héten, június 24-e és 29-e között tartották 6 fő részvételével. Nagyon szerettük volna a Treff Sportegyesület vezetésével, hogy érdemi, hogy a lányok nagyon szép sikereket érnek el a kézilabdában, és szerettük volna, hogy a fiúk is hasonló pályán induljanak el. Hát MB2-ben versenyez a felnőtt csapatunk, és szerettük volna, hogy az utánpótlás is, mivel elég nagy terület tartozik érthez és a körzetéhez, onnan hívjuk a gyerekeket, akik kézilabdázni szeretnének, és ezúton is hívjuk őket. Most 6 gyerek jött össze, ez azt hiszem a mi hibánk, mert nem tudtuk elég szélesen reklámozni ezt a hetet, és lehet, hogy oda nagyobb aktivitással kellene megcsinálni. A következő tábort azt július utolsó hetében csinálnánk, ugyanígy. Remélem, hogy akkor többen jelentkeznek már. Most 6 gyerek jött, és hát így 6-an dolgozunk, és élvezik a tábornak minden szépségét, nyűgét, baját. Én azért jöttem a táborba, mert egyébként is szeretek kézilabdázni, és itt nagyon jó is. Nagyon jók a gyerekek is, meg az edzők is nagyon jók. Azért jó, mert én szeretem csinálni, és tovább akarom vinni. Mi azért, mert szeretünk kézilabdázni, és már
kicsi ideje óta csináljuk. A hat fiúból hárman már korábban megismerkedtek a sportággal a TREF 07 esében. Ők Körmöcű József tanítványai, aki egyébként a táborban is segítette Budai Ferenc munkáját. De a szervezők bíznak abban, hogy a teljesen kezdők is kitartanak mellettük, és ősztől ők is az egyesület tagjai lesznek. Essék pár szó a tábori létről is. A fiatalok napi két edzésen vesznek részt, ezek 2-3 órás foglalkozások. Az első tréning reggel 9 órakor kezdődik, és körülbelül 12-12-ig tart. Utána kapnak egy ebédet, van egy kis pihenő, ahol én vetítek nekik képeket a saját történelmemről, hogy mi volt, vagy a világot bejártam akkor azokról a területekről, amiket láttam, vagy a kézilabda legszebb elemeiről, hogy ismerkedjenek a sportággal, illetve volt olyan, hát sajnos nem tudtunk elmenni úszodába, mert a időjárás nem volt kegyes hozzánk, hideg volt és esős idő, de terveztük azt is. Lovardába ma megyünk el, hogy a lovakkal is megismerkedjenek, mert azért magyar legények vagyunk, és a lovakkal ismerkedni kell. És voltunk Magyarország szakrális központjában a Dobogókőn egy kirándulásra, ott tegnap voltunk, hogy az is jó, hogyha a gyerekek ideje korán megismerik ezeket a nevezetes helyeket. Délután pedig még egy edzés van, 3-tól 5 óráig, ott általában a játék szerepel, és hát ott nagyon élvezetes játékokat vívnak már a gyerekek, ütik, vágják egymást, nagy érzelemi telítődéssel, és ez biztos, hogy élvezetessé és emlékezetessé teszi a tábort. Nagyon jó volt ebbe a táborba, és azért jöttem ide, mert jónak tűnt ki. És akkor eddig csináltam, mert nagyon tetszett. Jó volt, voltunk egy csomó helyen, voltunk kirándulni. Budai Ferenc elmondása szerint az utánpótlás nevelés egyik legnagyobb buktatója, hogy egyből eredményeket akarnak a gyerekektől. A 119-szeres volt válogatott játékos semmiféle célt nem tűzött ki a gyermekek fejlődése kapcsán. Ő pusztán azt szeretné elérni, hogy ez alatt az egy hét alatt a fiatalok megszeressék Magyarország egyik legnépszerűbb sportját. Nem tudom, hogy melyik gyerek mennyit fejlődik, és ebbe a korban nem is az a lényeg, hanem az, hogy foglalkozzunk velük, a gyakorlatokat megfelelő számban ismételjék, élvezzék a gyakorlatot, mert akkor ott maradnak a sportba. Ha én mindig az eredményre akarok törekedni, akkor előbb-utóbb valahol megcsömörlik a gyerek, és lehet, hogy pont ifikorában, amikor ki kéne teljesednie mindenbe. Tehát ebben a korban az élvezetes edzésmunka, arra figyelnem kell, hogy jó gyakorlatokat végeztessek velük, hogy megtanulják az alapmozgásokat, és az alapmozgásokat megtanulták, szeretik a játékot, akkor majd később a versenyek során azokat megfelelő módon tudják is csinálni. Természetesen azért hozzáteszem, hogy a versenyszellemet itt is be kell ültetni a gyerekekbe, és azt ezekbe a gyakorlatokba azért megpróbáljuk megcsinálni, de nem az az elsődleges, hogy honnan, hová jutottak el, hanem az, hogy csinálják és élvezzék a sportágat. Minden gyerek úgy van, hogy a labdát azt szereti a kezébe tartani, pattogtatni, megpróbálni vele a különféle trükköket, és szépen folyamatosan kell nekem, nekünk bevezetni a gyerekeket a cseleknek a világába, a trükkök világába, hogy kell labdavezetéssel vagy cselekkel egy-egy ellen sikerre menni, és hogyha ezt megcsináljuk, akkor meg is szerettetjük a gyerekekkel a sportágat, és akkor gyakorlatilag nyitva áll az út arra, hogy visszajöjjenek, és egész év során szeretettel várjuk őket itt a sportklub berkein belül. A szakember szerint óriási hiba volna az is, ha ezeket az apró gyermekeket már most súlyzókkal kínoznák, és fizikálisan túl nagy terhelésnek tennék ki őket. Ebben a korban csak a saját súlyukkal terhelhetők. Lassan, fokozatosan kell őket hozzászoktatni az erőléti edzésekhez. Persze a futás már ilyen korban is megengedett. Az erőgyakorlatokat is becsempészük a edzésbe, 3 kilós labdával nagyon óvatosan már dobálnak, eltalálják egymást, akkor sírnak, hogyha az orrához ért a labda, de megvigasztaljuk őket, mert ezek kemény férfias legények már. Inkább szórakozás, de kemények voltak, de aki odafigyel, az könnyen meg tudja csinálni. Fárasztók is voltak az edzések, de nagyon jó volt. Az edzések. A futást azt lehet csinálni, és kell is csinálni. Természetesen ez is olyan, hogy a saját kis kacska mozgásukkal, ahogy tudnak futni, próbáljuk terhelni őket. Használjuk a létrás mozgáskoordinációs gyakorlatokat,
és figyelünk arra, hogy a mozgás és a futás stílusa az közelítse meg a lehető optimális dolgot, próbáljuk javítani a mozgásukat, és hát ez is olyan, hogy bevezetjük őket ebbe a csodálatos sportágnak a rejtelmébe, ahol később bizony nagyon sokat kell futni, de ebbe a korban nem az a lényeg, hogy a tüdőt, szívet nagyon leterheljük, csak addig, hogy tudják, hogy hol van az a határ, amit még elbírnak, de nem beleölni a gyakorlatokba a gyerekeket. 3 héten át zajló futballtábort szerveztek az Ercsi úti sporttelepen nyáron. A tábort a Fogocska Sportegyesület nemrégiben megalakult futballszakosztálya, az érdi Sasfiókák szervezték. A táborozók jobbára az Érdi Városi Sportegyesület utánpótláskorú focistáiból kerültek ki. Focista szeretnél lenni esetleg? Hát én még nem tudom, de abban még nem vagyok biztos az egy, de én csak azért gyakorlom, hogy ne legyen nagy a hasam. Ahogy azt a szervező elmondta, a táborozók jobbára az Érdi Városi Sportegyesület utánpótláskorú focistáiból kerülnek ki, de vannak olyan gyerekek is, akik most vesznek részt először futballedzésen. Horváth Sándor ugyanakkor hozzátette, a táborban mégsem a klasszikus értelemben vett tréningezésen van a hangsúly. A tábor az kimondottan arról szól, hogy ilyen játékos dolgok, tehát nem az, amikor a megszokott bajnokság alatti edzések, hanem itt a játékról van szó, csak a labda körül forog minden, és az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. A szakosztályvezető szerint a tábort leginkább az eredménnyel, illetve a teljesítménnyel kapcsolatos elvárások különböztetik meg egy átlagos edzéstől, hiszen a tábor fő célja a játék és ezáltal a sportág megszerettetése a gyerekekkel. Ennek ellenére úgy látja, a fiatalok mindegyiket kedvelik. Reggel jönnek 9, 9:30-kor elkezdjük az edzést, utána elmegyünk, ebédelünk, van egy 1,5-2 órás csendes pihenő, amelyik gyerek aludni akar, az alszik, a többiek nézik a tévét, utána fölkelnek, elmegyünk, uzsonnázunk, és kezdődik a délutáni edzés, tehát semmilyen más foglalkozása nem is maradna időnk. Reggel megérkezünk, van egy kis foci edzés, amik a hétköznapi edzések azok sokkal keményebbek, mint ami most a táborban van. Itt ilyen játékos feladatok vannak, sorverseny, kézilabda, fogócska, és a végén meccs. A gyerekeink túlnyomó többsége futballista szeretne lenni. Tehát ők edzés ugyanúgy szeretnek járni, mint a táborba. Tehát ott is azért az edzéseken is megpróbáljuk úgy alakítani a foglalkozásokat, meg a gyakorlatokat, hogy ne legyen monoton. Tehát általában újítunk, tehát mindig új feladatok vannak, hogy ne unják meg, és nem mondhatom azt, hogy most a tábort jobban szeretik, mint az edzéseket, mert az edzéseknek is ugyanúgy örülnek. A tábort a Fogocska Sportegyesület nemrégiben megalakult futballszakosztálya, az érdi Sasfiókák szervezték. A Horváth Sándor által létrehozott szakosztály célja egy olyan színvonalas képzést nyújtó utánpótlásbázis felépítése, ami az első lépés lehet egy profi labdarúgó karrier megalapozásában. Kimondottan egy utánpótlás szakosztályt alakítottunk, mi csak a gyerekeket nézzük, nekünk a gyerekek a fontosak, a szülők maximálisan mögénk álltak, körülbelül egy olyan 100-110 gyerekkel fogunk indulni, szülői segítséggel, szülők maximális beleszólásával, rálátásával, és az elsődleges célunk, hogy minél több tehetséges gyereket neveljünk ki. Ha bár konkrét neveket nem akart említeni, Horváth Sándor elmondta, olyan neves, egykori válogatott játékosok, illetve edzők állnak a kezdeményezés mögött, akiknek a szerepvállalása garancia lehet a sikeres munkára. Idén nyáron is megtartották a már hagyományosnak mondható sporttábort. Ebben az esztendőben 2 héten keresztül várták a fiatalokat. A tábornak ez alkalommal is a Termál Hotelliget adott otthont. A tábor mindennapjait szellemi vetélkedők, sportversenyek és strandolás színesítette, de természetesen különleges és érdekes sportszerekkel is megismerkedhettek a résztvevő gyerekek. Stábunk a második turnusra látogatott el. Az évek során ez egy kicsit módosult, igaziból nem lehet sportcentrikus teljesen. A személyiség minden részére irányuló fejlesztést kapnak a gyerekek, szellemi játék is van a programban, túra, sport is természetesen, és fürdés, ami elmaradhatatlan. Egy kolléganőmmel évekkel ezelőtt elkezdtük ezt a nyári foglalkoztatási formát, és akkor született a név, hogy Lavina,
és a Sportlavina tábor néven elsősorban sportcentrikus, fürdéssel összekapcsolt szabadidős tevékenységet jelent. Nyitott a tábor, de többnyire a személyes kapcsolatok meghatározók, tehát akkor hozza ide a szülő a gyermekét, ha ismeri valamelyik nevelőt, vagy valamelyik társát. Személyes kapcsolat az alapja ezeknek a táboroknak, de elvileg nyitott. Érdőtárnokról érkeztek többnyire, de volt már olyan, hogy Budapestről is jöttek. 6-12 éves korosztály, főleg akinek szól ez. Ha idősebb gyerek jön, azoknak adunk egy kis szabadabb mozgást, azok a retro táborozók. Közös programban részt vesznek, de amikor a kicsiknek szóló foglalkozások vannak, ők akkor azt szabadon felhasználhatják. Van egy általános menetrend, az azt jelenti, hogy a reggeli érkezés után egy kis szellemi játék, egyszerű kis táblás játékokat tanítok, minden nap egy másikat. Utána reggeliznek a gyerekek, akkor van egy kis szünet. Van egy origami foglalkozás, ebben az évben az origami volt a terítéken, minden nap hajtogattak valamit, csónakot vagy szélforgót, csónakot kipróbálják a vízen, utána egy kis pihenő, és minden nap van egy túraútvonal. Úgyhogy mai például itt a töltésen volt egy nagyon szép sétaútvonal, Dunapartra sajnos nem tudtunk lemenni a szúnyogok miatt, az előző nap fölmentünk a minaretbe, és amit hajtogattak a gyerekek, ilyen papírból készített kis rakétákat, azt ott kipróbálhatták. Tehát van benne túra is, és utána következett a fürdés, ebéd. Ebéd után van egy ismerkedés egy sportággal, sportszerrel, és utána szintén fürdéssel zárjuk a napot. Ma a tollassal ismerkedtünk volna meg. Eddig mindegyikkel megismerkedtünk. Volt olyan, hogy tábori öt próba. Az olyan, hogy választani kellett egy, mondjuk a tamburáról, és hozzá egy labdát, mondjuk a lufi, és akkor abból kellett öt feladatot megcsinálni. Öt tenyeres, öt fonák, jobb és bal kezes átadás a hát mögött, és még hogy egyet ütsz és a földet érinted. Az első szer, amivel megismerkednek, az a babzsák, amit könnyebb elkapni, mint a labdát. De azzal is vannak nagyon nehéz feladatok, ügyességi feladatok, amikor már két babzsákot kell egyszerre dobni a társnak, az már egy nehezítés. Utána következik az ugrókötél, ami szintén nem könnyű sportszer, de mivel van előképzettségük, azért nem szokott gondot okozni. És amit láthatunk itt a felvételen is, van a csoportos ugrások, abban is van átfutástól kezdve szögdelések, páros átfutások, könnyebb és nehezebb feladat, tehát az előképzettségtől és a gyerekek érdeklődésétől függ ez. Utána jön a labda, a gumilabda, egy nap azzal foglalkozunk, amivel tudnak egyszerű játékokat játszani. Hát az egyik legközkedveltebb volt például ez a zsinórlabda, amit az előbb itt láthattunk. És visszamaradt még ugye két sportág, a tollaslabda és a pingpong. Ezeknek az alapjait szoktam megismertetni velük, és ha még marad idő, akkor van egy-két különleges sportszer, például ez a pelota, ami itt látható volt, vagy a lábtól, vagy ez a repülőtárgy, amit dobáltunk itt. Alapvető dolog azért, hogy szeresse a túrát, a vizet és a mozgást. Nyitott legyen, érdeklődő legyen arra, hogy új ismeretet köt, mert a sport az arról is szól, hogy társal végezzük azt a gyakorlatot, és a legfőbb célom az, hogy társas kapcsolatokat alakítsak ki, és egy csoportban végrehajtott feladat sokkal értékesebb. És amikor egy csoportos játékot játszunk, ott is pontosan az a lényeg, hogy nem egyedül, hanem csoportban legyen képes együttműködni, és elsősorban jól érezni magát. Ez eddig bevált, nem volt ilyen gond. Vannak félrehúzódó gyerekek, de a harmadik nap már mindenkinél nagyszerűen látszik, hogy feloldódik és próbálkozik, és neki is tetszik. Nem azért, mert én mutatom be, hanem látja a társától. Nagyon ragadós a példa. Köszönöm figyelmüket, ennyi volt mára a sport. Ne feledjék, pénteken kezdetét veszi Érden és Budaörsön az U19-es kézilabda világbajnokság. Adásainkban az elkövetkezendő két hétben természetesen nyomon követhetik az eseményeket, de természetesen élőben is szurkolhatnak a magyar válogatottnak. Tartsanak velünk jövő héten is, viszontlátásra!
A műsorvezető ruháját a Dávid Szalon biztosította. Ért Budai út 20, www.davidruhaszalon.hu.